12. alkalommal rendezték meg a Domonyi Falunapot. Június 25-én az általános iskola udvarán több programmal várták az érdeklődőket. Kora délután az ünnepélyes megnyitón Tantó Csaba, a Domony község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és kívánt jó szórakozást a nap programjához. Ezt követően a település vezetése emlékplakettet, emléklapot és bort adott át azoknak a domonyiaknak, akik közösségi munkájukkal sokat segítettek a község életében. Kitüntetésben részesült dr. Lénárd Magdolna, Mihalica Józsefné, dr. Kárász János, valamint Mészáros János. A nap programjai ökumenikus istentisztelettel indultak, melyet Sági Balázs evangélikus lelkész, valamint Kovács István katolikus segédlelkész vezettek. Áldalak jó rá! Gondoljunk meg arra, hogy hányszor kérünk mi a Jóistentől bizonyos fajta dolgokat, olyanokat, aminek valóságos alapja van, van, ami meg csak a mi egyéni előremenetelünket vagy anyagi javainkat szolgálná. De a Teremtő Urunk másképp gondolkodik, ő bölcs és előrelátó, nem olyan, mint mi. Ezért, amikor Isten igéjét veszteségnek, vagy Isten igéjének a megvalósulását akkor veszteségnek gondoltuk, utólag nyereségnek történt meg az. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted azt is, hogy sokszor adósok maradunk azzal a bizonság tétellel, amire a világ olyan nagyon éhezik, olyan nagyon szomjazik, sokkal jobban, mint a gulyás levesre, vagy a hideg sörre. Sokkal nagyobb szükségünk van, Urunk, arra, hogy kioltsd a lelki szomjúságunkat, és most így hozzuk eléd a mi egész falunkat, a szeretett domonyunkat, ahol olyan sokan szenvednek te nélküled, és olyan sokan keresik a veled való kapcsolatot. Kérünk add, hogy hadd legyünk a te béke követeid, a lakóhelyünkön, a családunkban, a munkahelyünkön, bármerre is megyünk. Te rád bízzuk, Urunk, a falunkat, te rád bízzuk az embereket, a családjainkat. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az ő irgalma soha véget nem ér. Az istentisztelet után a színpadon kulturális program vette kezdetét, eközben pedig az iskola udvarán a főzőversenyen induló csapatok szorgoskodtak. Zöldebb, bővebb, de magas a juharfa. Kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét odarakra. Zöldebb, bővebb, van párja, csak én magam egyedül vagyok árva.
Mi jót tetszenek most főzni a mai falunapon? Sertés pörköltet, házi készítésű savanyúsággal és házi szalonnából sült töpörtyűvel, amit külön tálalunk előételként. Egyedileg készül minden, tehát a szakácsunk is, meg mi is egyedileg készítsük, egy régi családi hagyomány. Mi mindenki domonyi származásúak vagyunk, bár most nem Domonyban lakik mindenki, de visszajárunk ilyen főzőversenyekre. Édesanyám rózsafája, sejrurururururája, én vagyok a legszebb ága, sejrurururururája. Egy motoros csapat is képviselteti magát itt a főzőversenyen. Milyen motoros csapatról van szó? Hát ilyen baráti kör az ország nagy részéről. Hárman vagyunk Domonyból, mi képviseljük egyelőre csak ketten, de majd remélem, hogy jönnek a többiek is idővel. Mi ott főznek mai napon? Pacalpörköltet főzünk, sima pacalt, de hogyha a szomszédok adnak egy kis borjó pörköltet bele, akkor borjúval kevert. Szépen hasad a hajnal, jön a zsandár a vassal, ráveri a kezedre, bevegy jár az egyesbe, bevegy jár az egyesbe, az egyes közepébe. Gyere, babám, vásár ki, ne hagyjál. Három fő zsűri volt, abból az egyik önkormányzati képviselő volt, aztán a kisebbségi képviselő. Én meg az üdülő területi lakosságot képviseltem ebben a zsűriben, és egyben ennek az egész szervezőbizottságnak is az elnöke voltam, mint a kulturális bizottság tagja. 8 csapat főzött, több mint tavaly, és egészen kitűnő színvonalú ételek készültek el a mai nap folyamán, úgyhogy a maximum 100 pontot lehetett adni, ugye 5 kategóriában állapítottuk meg a szempontokat, és bizony nem egy helyen, 1-2-3 pont döntött, még ennek ellenére is. Nem akarom örökké, csak addig, még zajos a lelkem, csak addig, még lobog a szívem, hitesd el, jó nagyon-nagyon velem ma éjjel. Nem akarom örökké, csak addig, még zajos a lelkem, csak addig, még lobog a szívem, hitesd el, jó nagyon-nagyon velem ma éjjel. A főzőcsapatok milyen ételeket készítettek el? Sertéspörköltet, marhapörkölt volt, pasztatésztánk volt, édességnek volt az egyik csapat, csináltak egy különleges palacsintát, málnaszósszal, akkor volt töltött káposztánk volt, volt egy ilyen különleges palócleves szerűség kolbásszal, a tanárok meg csináltak nekünk egy ilyen tárcsán, sütöttek baromfi húst és sertéshúst, és ezt tálalták fel nekünk. Meghatározások voltak a főzőverseny tekintetében, meg volt a határozva a csapatok létszáma, kibiztosította hozzá az alapanyagot, és meg voltak-e adva, hogy milyen ételt lehet készíteni, vagy teljesen szabad volt a választás? Teljesen szabad volt minden választás, a csapatok hozták magukkal az alapanyagokat, csapat főben limit nem volt, szerintem mindenki úgy oldotta meg, ahogy tudta. Ennyi volt a lényeg, hogy szabadon választott minden.
ne legyen megkötés, és akkor nem lesz az, mint tavaly volt, hogy egyfajta ételt bíráltunk 8-szor, és így mindenki más csinál. A díjazás az nagyjából egységes, tehát a résztvevő csapatok kapnak egy emléklapot, mindegyik, az első öt, és az első helyezettnek van egy vándorkupa, amit ha valaki háromszor megnyer, akkor megtarthatja, és van három fakanál, ami jelképezi az első három helyezettet lényegében, mert méret szerint kapják, és a külön díjasok kapnak egy üveg pálinkát, valamint minden csapat kap azt hiszem egy üveg bort. Mind a 8 csapatnak a helyezését megállapítottuk. Itt az első helyezett csapat kapta a Domonyi Község nagy díját. Ezen kívül volt közönségdíj, ugyanis a közönségdíjat a csapatok adták olyan képpen, hogy mindegyik csapatból egy tag ki volt választva, aki a saját csapatát természetesen nem értékelt, de a többit igen. És onnan egy számot mondott, hogy ki volt a legjobb, és volt még egy külön díj is, amit a kisebbségnek a csapata nyert. Egyébként a nagy díjat a törődés csapata nyerte, egészen kitűnő 100 pont maximumhoz képest 90 ponttal. A második helyezett lett a krumpli virágok 86 ponttal, és 84 ponttal lett a harmadik a Mókus Őrs. A 2016-os Domonyi Falunap egyik legjobban várt színpadi produkciója a lakodalmas rock jól ismert képviselője Bunyós Pityu fellépése volt. Egyik a rózsa, akár a csókja, szúr szíven talál. Nincs remény, hiába kéremény, hogy örökre legyen ennyi. Nincs remény, hiába kéremény, hogy örökre legyen ennyi. Hát én szerintem a rendezvény nagyon jól sikerült, bár nagy tömegünk nem volt, valószínűleg a meleg miatt, meg a környező települések rendezvényei miatt. Én úgy gondolom, hogy a szervezés, a rendezvények mind rendben voltak. Az egy családias, átlátható, mindenki a színpad közelébe tud lenni. Én azt hiszem, hogy kézben tartható is. A színpad is nem olyan rég készült el, és egyre komfortosabbá teszik a helyet, úgy tudom. Igen, a tavalyi évben készült el. Eddig a futballpályán tartottuk a rendezvényeket, de az eléggé szétszólt volt, és itt azért össze tudjuk húzni az egész csapatot. A rendezvényre látogatók az iskola előtti téren késő délután egy izgalmas kutyás bemutatót is megtekinthettek. Kéz a kézben megyünk az után, a túloldalon látok egy bannát. Söptöm bele, képzelem el, hogy mesterem mit művel.
az éjjel szorosan hozzám búz. A szíved már régen máshoz húz, és alig várod, hogy tél legyen, hogy motelba meg legyen. Mert öt szereted, én meg más kivárod, de alkotunk-e, higgyed, párod, mert fáj, mint a samikor a bőrbe marad, hogy más is téged akar. Jó hallani a mesében, a lány és a herceg egyé lesz. Örök hűség, mi egymás, lovász fiú és szobalány. De bármennyire is az lenne jó, a monogámia csak illúzió. Olyan az emberi természet, ha mással vagy majd, velem csalod meg. Öt szereted, én meg más kívánok, de alkotunk-e, higgyed, páros, mert fáj, mint a samikor a bőrbe marad, hogy más is téged akar. Kora este a klasszikus rockot játszó budapesti Kamasz zenekar koncertje alapozta meg a jó hangulatot. De öt szereted, én meg más kívánok, de alkotunk-e, higgyed, várod, mert fáj, mint a samikor a bőrbe marad, hogy más is téged akar. De öt szereted, én meg más kívánok, de alkotunk-e, higgyed, várod, mert fáj, mint a samikor. A 12. Domonyi falunap a Tomis zenekar báljával, valamint tűzi játékkal zárult. Van nekem egy imakönyve, napára nézel, toll a könnyen, vele nézel, toll a könnyen, jaj. Azzal abban vele írva, hogy a szerelem csak visszasírva, Június 25-én megrendezett Domonyi falunap színpadi műsorairól készült teljes estés felvételeinket megtekinthetik a Régió Plus televízió műsorán és videótárában.